Április 5-én, hogy más, hogy koncerttel ünnepelte 85. születésnapját a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A szórista Ránki Dezső volt, a karmester pedig Kocsis Zoltán, aki 1997 óta vezeti a zenekart. Vendégünk Kocsis Zoltán. Játszani, vezényelni munka. De inkább tegeződjünk, hát olyan régóta tegeződünk, nem fog tudni eljátszani ezt az önözést. Szóval nem. Te és a zenekar ugye munkával szoktatok ünnepelni, hiszen minden év május 30-án a születésnapodon koncertet adsz, amelynek bevétel, hogy tudom, életed végéig a gyermekmentő szolgálatot illeti. Hát addig, ameddig fennáll a gyermekmentő szolgálat. Igen. És az lenne az ideális állapot, ha nem lenne szükség rá. Igen, de hogy mindig munkával ünnepelsz? Én, nekem nincs is ünnep tulajdonképpen. Szóval én a vasárnapokat sem tartom. Tulajdonképpen a hétvége nekem elég kellemetlen, mert ugyanazt csinálom, mint hétközben. Miért kellemetlen akkor, hogyha az ember szereti, de hogy kellemetlen? Szóval tulajdonképpen nem vágyom a kikapcsolódásra. Egész egyszerűen úgy gondolom, hogy állandóan dolgozni kell, és állandóan ugyanannyit kell dolgozni. Sokat dolgozol? Olyan értem, hogy nap, igen, a napot is úgy kitölti? Igen, ez egy 3 órás próbát jelent délelőtt, egy 1,5 órás próbát délután, és utána még gyakorlás, zongora gyakorlás, ha csak nincs más munkám. Most például épp a Bartók 4. sirató hangszerelését fejeztem be, az is egy elég komoly munka, de én napi kb. 3-4 órát gyakorlok intenzíven. Zongorán? Igen. A momus.hu komoly zenei portál kritikája szerint nem ünnepi hangulatú, nem fiesta hangulatú volt a születésnapi koncert. A Művészetek Palotájában sokkal inkább a kemény munkáról szól, de frissen, életteljen. Olyannyira, hogy a közönség az ünneplés ellenére ráadást nem kapott. Miért? Hát az előbb láttuk a Kodály Páva variációk apoteózisát tulajdonképpen. Ezután ráadást mit? Mit lehetett volna még? Egyébként különben sem szeretem zenekari koncerteken a ráadást. Ez csak az utóbbi időbe burjánzott el ennyire. Egy zenekari koncert általában egy nagy, komoly, szimfonikus művel zárul, amely az esetek többségében kitölti a koncert teljes második felét. Mondjuk egy Bruckner 8. szimfónia után mit lehet ráadást adni? Beszéljünk még egy kicsit erről az ünnepi koncertről, csak mankóként, hogy értsük, hogy mi van egy karmester, zongora, művész, zeneszerző fejében a zenéről. Ugye azt olvastam, hogy furcsa a szerkesztése volt ennek a koncertnek, ennek az ünnepi koncertnek, Dohnányi Ernő, Brahms, Kadosapál, Bartók és Kodály. Hogy kerülnek ők így egymás mellé a te fejedben? Hát mind magyarok, Brahms tiszteletbeli magyar. Igen? Hát hogyne. Hát a magyar táncok miatt? Hát igen, hát Liszt után senki nincs jószerivel a 19. században, de talán az egész zenetörténetben se. Tehát nem olyan, aki nem Magyarországon született, akit ennyire megfogott volna a mi zenénk. Most ez teljesen más kérdés, hogy Brahms nem tudhatta, hogy az igazi magyar népzene az nem a cigányzene, de mégiscsak a magyaros elemek fogták meg. Sokkal jobban, mint Schubert vagy Beethovent, akik szintén alkottak ilyen irányultságú darabokat, de hát Brahmsnak valahogy az egész életpályáját végig kíséri ez a Reményi Edével való barátsága, Joachim Józseffel való barátsága, és ezen keresztül a magyar cigányzenével való megismerkedése és halálig tartó vonzódása. Gyakorlatilag minden művében ki lehet mutatni magyaros elemeket, G-dur vonós ötösbe, B-dur zongora versenybe, C-moll trióba, C-dur trióba, szóval nagyon komoly az a terület, amit Brahms bejár ilyen szempontból. És azon túl, hogy mindegyik magyar, vagy tiszteletbeli magyar, dramaturgiailag is föl van építve a te fejedben? Igen. Dohnányi ünnepi nyitánya magában foglalja az ő magyar hiszek egyét, a szózatot, tehát Egressy Béni szózatát, és Erkel Ferenc himnuszát, mesteri módon megoldva egy mű keretein belül. Egy ilyen dvorzsákos szkercónak tűnik a darab, de hát mégis ott van benne ez a 3 melódia. Aztán, hát ugye a Brahms magyar táncokról nem kell beszélni, arról a 3-ról, amit maga Brahms zenekarra meghangszerelt. Kadosa 3. zongora versenye, az ő egyik legjobb műve, sajnos Kadosát eléggé elfelejtették, pedig ha nem is volt egy
korokra szóló nagymester, szóval korszakos jelentőségű mester, egy nagyon jó zeneszerző volt. Te meg tudod ítélni, hiszen tanítványa voltál, ugye? Volt, és Ránki Dezső is tanítványa volt, de nem csak zongoratanárnak volt óriási, hanem zeneszerzőnek is. Szóval ő a szakmát talán mindenkinél jobban tudta. Ez egyfajta tisztelgés a mester előtt? Tehát ő úgy került igen, a sorba? Igen, így van. És hát Bartók és Kodály hát természetesen benne kell, hogy legyen. Bartók a Kossuth szimfóniával, ami ugye neki egy fiatalkori műve, de mégiscsak magyar és nemzeti vonatkozású. Kodály pedig a Felszállott a pávával, amely hát szintén magyar vonatkozású. Egy másik koncertről, nem sokkal korábbi, a február 8-i koncertről írta ugyancsak a momus.hu kritikusa. Egyértelműen Kocsis Zoltáné az érdem, ő volt az, aki összerakta az egész estét. Most először tűnt úgy, hogy Mahler 8. szimfóniának Veni, Creator, Spiritus tételében van valami forma, szerkezeti szilárdság, és hogy Fortissimo és Fortissimo közt is nagy különbség van. Egy karmester, egy zenekar hogyan tudja megmutatni, hogy a zeneműben van formai és szerkezeti szilárdság? Hogy van különbség mondjuk hangszín és hangszín között? Ezt jó lenne úgy érzékeltetni, hogy mi is értsük, akik kevésbé vagyunk benne a zenei világban. Hát most erről egy könyvet lehet írni, és próbáltak is könyvet írni, sok könyvet, hogy mi az, hogy a karmesterség, mi az, hogy egy karmester és egy zenekar kapcsolata, a karmester fejében hát rejlő ideák, hogy öltenek testet a zenekar játékába, mert hát végeredményben ugye én, mint hangszeres pontosan tudom, hogy ez egy nagyon is közvetett közlési mód a karmesterség. Hát ugye odaül az ember a zongorához, és azt szólal meg, ha igazán jó technikai felkészültsége van az illetőnek, amit ő akar. Zenekaron egyáltalán nem biztos. Sokan azt mondják, hogy az lenne az ideális, hogyha minden zenekari zenész tökéletesen ismerné a partitúrát, szerintem is. Csak, nem ismeri? Csak mi volna akkor, hogyha egyes zenekari zenészek egyes karmestereket túlnőnének? Akkor az, ott megint nagy baj lenne. Hát persze, hogy nem ismerik, de tulajdonképpen nem is kérhető ez számon. Hát egy zenekari zenész ugye az egész életét úgy tölti, hogy lát maga előtt egy szólamot. Tehát csak a saját szólamát ismeri, ezt úgy érted, ugye? Nem. Ha rutinos, és ha sokat játszott darabokról van szó, akkor természetesen el tudja helyezni a szólamát az egészben. De hogyha ritkán játszott művekről van szó, mint például ez a Dohnányi nyitány, vagy Urambocsá ősbemutatókról, hát akkor természetes, hogy rá kell, hogy hagyatkozzon a legfőbb zenei irányítóra. Ez pedig nem lehet más, mint a karmester. A karmester fejében minden szólam ott van? Hát a karmester fejében az lenne az ideális, hogyha minden ott lenne. Sőt, nálam például az is van, és ez bizonyos mértékig a tevékenységem hátrányára is válik, hogy adott esetben, amikor nagyon nem tetszik az, amit a zenekar játszik, akkor öntudatlanul bekapcsol a belső hallásom, és azt hallom, amit én szeretnék, ahelyett, hogy azt hallanám, amit a zenekar játszik, és ilyen módon ellenőrizném. Na persze, ezt is ki lehet kapcsolni. Szóval az embernek nagyon tudatosan el kell döntenie egy próba során, már a próba kezdete előtt, hogy milyen irányba és min szeretne dolgozni, hiszen az idő véges. Ez egyfajta átértelmezése az adott zeneszerző adott művének? Ne menjünk ebbe bele, mert csak a Mahler 8. szimfónia kapcsán is belemehetnénk különböző felfogásokba, különböző értelmezésekbe, különböző tempókba. Maradjunk talán Stravinszkinál, aki azt mondta, hogy ha egy előadó valamit a darabról közölni akar, akkor a legfontosabb az tulajdonképpen a tempó, és ezeknek a tempóknak a kölcsönös viszonyai egymáshoz. Tehát ez a legfőbb információ. De az elképzelhető, hogy van a világon két olyan karmester, aki elvezényli ugyanazt a művet, mind a kettő, és rá se lehetne ismerni, föltételezve persze, hogy az ember először hallja, de azon kívül, hogy a hangokat lejátsszák a zenészek, egészen más értelmet ad egyik és ilyen, a másik. Igen, vannak ilyen extremitások, de nem csak a karmesterségnél, hát az egész előadó művészet gyakorlatilag arról szól, hogy természetesen még akkor is, hogyha a legszolgaibb módon közeledek, hát akkor is én vagyok, hát a saját egyéniségemet nem tudom megtagadni. És ha elég tehetséges vagyok, akkor bizonyára valami jó sül ki az egészből. Ha viszont nem vagyok elég tehetséges, akkor azért jobb a szolgai attitűd. Itt
ez egyben lejátszani. Becsületesebb, hogy így mondjam. Vannak extrém példák, Sergio Celibidache, a nemrég elhunyt kiváló dirigens például, 100 percen fölül dirigálja Bruckner 8. szimfóniát. Én végeztem vele 75 perc alatt. Tetszik ez a kifejezés, hogy végeztem vele. Végeztem. Miért túl akarsz lenni, amikor játszod? De nem. Hogy akarok nem. Túl lenni. Ez nem azt jelenti. De hogy akarok túl lenni, csak nem tudok hazudni. Színpadon nagyon nehéz hazudni, illetőleg számomra teljesen lehetetlen. És észre is veszem azt, hogyha mit valaki hazudik. Mit kéne a 100 perchez képest hazudni? Tehát ha 100 percben játszanak. Én úgy érzem, hogy nem hazudok. Én azt hiszem... Na de ha 100 percig játszanak, te is úgy kérdezem, akkor mit kéne hazudni a 74 és a 100 között? Pátoszt, a kelleténél ünnepélyesebb hangulatot, olyan motivikus relációkat, amelyek véleményem szerint nincsenek ilyen módon megírva a darabba. Egyébként, amikor te egy új darabot veszel elő, akkor csak és kizárólag a te kontrollod működik? Vagy valakinek azért játszod, és valaki bele tud abba beszélni, ahogyan te fölfogod azt a művet? Hát most, hogy harmadik hónapja tanulom Rachmaninov első szonátáját, most már azért eljátszanám valakinek, valami olyan friss fülnek, aki ráadásul még elfogulatlan is, tehát nem kalkulálja bele, hogy ezt most én játszom, vagy hogy ennek így kell szólnia, úgy kell szólnia. Erre van embered? Egyébként? Aki kontroll szerepet visz? Hát nincsen. Ez volt például Kadosa. Kadosa tanár úr. Ő hozzá el lehetett menni bátran akkor is, amikor már végeztünk. Kurták György lenne erre ideális, csak hát ő nem él itt közöttünk. Egy ifjabb, nálad ifjabb tehetséges zongoraművész elmehet hozzád ugyanezért? Tehát, hogy valamiféle kontrollt kérjen tőle? Hogyne, hát most hallgattam meg például Farkas Gábortól a Schumann szimfonikus etüdök című, hát eléggé monumentális és nehéz darabját, és gyakorlatilag azon kaptuk magunkat, hogy egy zongoraórát abszolváltunk. Utána óriási sikerrel el is játszotta a szimfonikus etüdöket. Szóval hozzám bárki jöhet, én abszolút őszintén meg fogom neki mondani, hogy mi az ábra, csak mondjuk ne tegye ezt a koncert előtt két nappal. Ezt akartam kérdezni, időd van erre, nem hát nagyon. Igen, ne tegye ezt a koncert előtt két nappal, mert akkor esetleg belezavarok. Fáj Miklós az és zenekritikusát idézem, ugyanarról a február 8-i koncertről, azt mondja, a szimfónia a testületek szimfóniája, és ezeket a testületeket fogta össze egy akaratban Kocsis Zoltán. Az ember döbbenten nézi, hogy minden szól. Sok száz ember énekel és játszik együtt, árad le a zene a pódiumról, és a karmester mindennek a közepén csak áll, jobbra-balra billegeti a fejét, ez neki mégiscsak zene. Kocsis világa, amelyben Isten zenének nevezik, de talán ez volt Mahler világa is. Szóval sok karmesterről lehetett már portréfilmet látni a televízióban. Ettől még nem világos, hogy hogyan tud egy karmester testületeket összefogni, hogy Fáé mondja, hogyan tudja megértetni, hogy mit akar hallani. Maga Mahler, ugye, aki korának legnagyobb karmestere volt, és szintén tiszteletbeli magyar, hiszen 3 évet itt dolgozott Budapesten. Amik ki nem fütyülték, ugye? Hát sok botrány kísérte a működését, de nagy baj, hogy elment, maradhatott volna. Na mindegy, egy biztos, hogy egy hölgynek, aki megkérdezte a karmester szükségességéről, azt válaszolta, hogy hát tulajdonképpen nem annyira nagyon szükséges, csak hölgyem, ne nagyon terjesszem, mert elveszítem a kenyeremet. Na most ez nem egészen így van, mert a legfőbb zenei akaratnak igenis össze kell tudni fogni a zenészeket. És ezen a ponton egy kicsit azért az előbb hallott riporthoz is kapcsolódik az, amit szeretnék mondani. Tehát, hogy valamilyen módon ez is nevelés. Ez is nevelés a csapatmunkára, a jó közszellemre, még odaig is elmennék, hogy közerkölcsre, mert hiszen erkölcstelenül nem lehet élni, miközben az ember feladatokat teljesít, kvázi kollektív feladatokat pláne. Hát azért kapcsolódik, azért mondod, mert egy iskolának is kell, hogy legyen jó közszelleme, közerkölcse? Igen, az lenne az ideális iskola, és egység. Na most hát ugye állandóan jogokról beszélünk, egyéni szabadságjogokról, hát természetes, világos, de hogyha egyszer vállaltam azt, hogy egy csapatban valamilyen feladatot teljesítek, akkor én közkatona vagyok. Uh-huh. És hát velem ez milliószor előfordult, hát én is voltam már zenekari zenész, én is voltam már csapatmunkás. Legfőbb irányító lévén csak azt mondhatom, hogy a nevelés arra is ki kell, hogy terjedjen, hogy mi az, hogy csapatmunka.
Ezt te a 11 év alatt megtanultad, mert a zenekar és közted az elején mindenképpen voltak konfliktusok. Tanulom. A zenekar és köztem azért volt főleg azért volt konfliktus, mert a kelleténél nagyobb igényekkel léptem föl. Én azt gondoltam, hogy... Minőséget követeltél. Igen. Én azt gondoltam, hogy a régi AHZ, amely tagadhatatlanul egy komoly tradíciókkal rendelkező, de mégiscsak gentroid magatartású együttes volt. Ezzel az egy szóval már mindent elmondtam, gentroid. Tehát elkártyáztunk, mindenünket elvesztettünk, de még mindig azt hisszük, hogy mindenünk megvan. Tehát gyakorlatilag ebből az együttesből kellett egy olyan együttes faragni, ahol tudják, hogy mi az, hogy csapatmunka, hogy mi az, hogy kollektív szellem, és azt is érzik, hogy mi az, hogy egy kollektív módon létrehozott munka, hogy mi az az e felett érzett öröm. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, és állítom, hogy ők maguk, a zenészek is, hiába mondanak egyesek olyan véleményeket, hogy hát a zenésznek ez munka. Nem tudom, egy pelleász, egy kékszakállú után azért a zenész is másképp kell föl arról a székről. Sok ember kicserélődött a zenekarban? Hát 27, ilyesmi 27. De hát sokan elmentek végkielégítéssel nyugdíjba, szóval gyakorlatilag 6 olyan munkajogi perünk volt a 106 emberből, amelyet elvesztettünk, de tulajdonképpen számoltunk is vele, hogy ezeket a pereket el fogjuk veszíteni. Végtelen türelemmel te mindenkit végighallgattál, sőt nem csak te, de úgy értem, hogy amikor átvetted a zenekar. Igen, egy nemzetközi zsűri is. Hát természetes. Most is végighallgatok mindenkit, hogyha kell. Hát az összes próbajátékot, vagy újra meghallgatás, értem én ez alatt a Gyesről, vagy Gyedről visszajött gyerekes anyákat, megcsinálok, és gondosan csinálom meg. Csinálja ezt más zenekar is? Más zenekar vezető? Szóval ez azért Magyarországon a minőség e területen ennyire számon van kérve? Igen. Mert ritkaság. Igen. Mondhatnám, szóval, egyedi. Szóval amióta a robbanás megtörtént, és azt én igenis 83-tól datálnám a fesztiválzenekar megalakulása óta. Azóta igenis föltámadt egy nagyon komoly igény a zenekari munkára, és bekövetkezett egy aranykor, nyugodt lélekkel kimerem jelenteni, hiszen érdemes például odanézni a Tékom zenekarra. Keller András nemrég vette át azt a zenekart, és már is rakétaszerűen mennek fölfelé. Pedig anyagilag hát ők sincsenek valami rózsás helyzetben, mint ahogy a többi zenekar sem. Ez nagy vonalú dolog, hogy te a fesztivál zenekartól keletkezteted ezt a robbanást. Nem nagy vonalú. Tudnilik, mi annak idején pontosan azok miatt, a gentroid elemek miatt alapítottuk a fesztiválzenekart, ami miatt tulajdonképpen nem tudott igazán a magyar zenekari kultúra fejlődni, ugyanis Magyarország zenei élete mindig néhány kiválóság effektív jelenlétére alapult, sokkal inkább, mint egy kollektív szervezet munkára, ami ugye Angliában megvolt, sőt Anglia a jótékony ellenpélda, mert hiszen az angol zenészekre mindig azt mondják, hogy persze Purcell és Britten egyébként nem tudtak nagy alkotót adni a világnak. Hát én akármikor angolokkal dolgoztam, akármikor dolgom volt angol zenészekkel, mindig is csak csodálni tudtam a precizitásukat, azt, hogy tökéletesen fölkészülve jönnek az első próbára, és gyakorlatilag az első próbán már úgy játszott a zenekar, mintha koncerten játszana. Más kérdés az, hogy a koncertig nem volt aránylagosan olyan jelentős fejlődés, mint itt, ahol hát valljuk be őszintén, néha úgy jön a zenekar, mint egy malacbanda, de hát micsoda koncerteket adunk. Egyébként a világ is így módon értékeli ezt a fajta minőségre törekvést? Azt hiszem, hogy emiatt sokan odafigyelnek Magyarországra, bizony. Tehát az, hogy itt hirtelen sok jó együttes lett, sok új kamaraegyüttes alakult, hogy megépült a MÜPA. Én azt gondolom, hogy azért a világ kulturális élete eléggé Magyarország felé kezd fordulni. Tehát semmifajta rossz kedved nincs akkor, hogyha mondjuk a magyar zenei élet szóba kerül?
Azt mondod, hogy ez most a helyén van az összes körülmény dacára? Hát sok minden nincs a helyén, de gyakorlatilag a lehetőségek olyanok, amelyekről álmodni nem mertünk régebben. Hát azért ebbe a rendszerváltás is természetesen benne van. Benne van az a nagyon-nagyon sok rombolás is, ami arra, ami ugyan szörnyű volt, de arra jó volt, hogy a romok helyén új épületeket emeljünk, képletesen értve természetesen, hogy álmodni nem mertünk a régi rendszerbe, például arról egy Gurre-Liedert, Schönbergnek ezt a monumentális művét előadjuk, vagy akár egy Mahler 8. szimfóniát. A Mahler 8. szimfónia, amit ugye Ezrek szimfóniájának is neveznek, ötször hangzott el Budapesten. Miért ez nagy alkalommal. Szó ez? Tessék? Miért nagy szó ez? Hát azért, mert a régi rendszerben hát nem is álmodhattunk arról, hogy egy Debussy Pelleas-t koncertszerűen színre viszik. De mi nem volt ehhez? Pénz. Pénz? Például pénz. Most van pénz bizonyos dolgokra, ugyanakkor hihetetlen anomáliák vannak, és nem akarok ebbe se belemenni, mert most nyilván akiket nem említenék, azok sértve érzik magukat. Mindenki anyagi gondokkal küzd. És? Mindenki valahogy próbál evickélni, lavírozni műsorpolitikával, okosan megválasztott szolgálatszámokkal. Az mit jelent, hogy szolgálatszám? Nem tudod, mi a szolgálat? Nem. Hát a szolgálat az egy 3 órás próba. Uh-huh. Ja, és hogy ebben korlátozottak a lehetőségek, mert nem kaptok annyi pénzt, hogy próbáljatok annyit, amennyit az igényed diktálna. Így van, akkor mit tudom én a bérezési trükkökkel, tehát hogy ha minél több lábon áll a bérezés, akkor sokkal könnyebb balanszírozni a pénzek között. Szóval sok trükk van, és mindenki beveti ezeket. Egy dolgot nem lehet, testületek nem csalhatnak adót, és hogy mondjam, csak nem manipulálhatnak a szponzorpénzekkel. Szóval... Tehát mind a te dolgod? Tehát mindezekre figyelni, mint nem, akartam is kérdezni, főzené igazgató, ez milyen tevékenységi kör? Nem. Nekem kizárólag a zene a területem, természetesen mindenre odafigyelek. Mert nem is azért, mert minthogyha olyan nagyon sokat számítana a szavam, de szeretek mindenről tudni, ami a zenekar házatáján van. Szóval sajátomnak érzem az együttest, és gazdának érzem magam. Egyébként ez egyúttal azt is jelenti, hogy ma már sokkal jobban érdekel téged a karmesterség, ez a fajta előadó művészet, mint az önálló szóló, tehát az zongora művészi karrier? Nem, Sándor, engem a zene érdekel. Engem a zene érdekel. De kevesebbet vagy a szinte tagadhatatlan a zongora mellett, mint a pulpituson. Az tény, de dirigálni könnyebb, mint játszani. Igen? Mint hangszert játszani. Hát hogyne? Hát, mondtál is, hogy valamit, hogy átléptem egy olyan területre, ami rengeteg mellébeszélés, csúsztatás, sőt hazugságot enged meg. A karmester sokkal ingaványosabb talajon mozog, mint a hangszeres zenész. Hát persze. Hát sok olyan karmester van, aki nem tudott tisztességesen elsajátítani egy hangszert. És azért, hogy mondjam, csak az azért egészen más, hogyha koncertpódiumra ki kell állni egy hangszerrel, és érzetként kell hazavinni azt, hogy ez most akkor megy-e nekem, vagy nem megy. Ezt egy karmester soha nem érzi, mert közvetett a dolog, mint ahogy az előbb is mondtam már. Tehát gyakorlatilag az lehet egy életforma, amit úgy él az ember. A zongorázás az mindenképpen egy napi tevékenység, kuli munka, ha úgy tetszik. Kicsit abba belefáradtál? Nem. Kifejezetten üdít, mert közvetlenül előidézhetem azt, amit a zenekarnál csak közvetetten. Egyébként, ha megkérdezel zenekari zenészeket, akár anonim, akár arctalanul vagy arccal, valahogy mindenki oda fog kiukadni, hogy ők tulajdonképpen lenézik azt a karmestert, aki nem tud tisztességesen egy hangszert játszani. Ők többnek érzik magukat, és tulajdonképpen van ebbe valami igazság. Te zongoraművész, karmester, zeneszerző vagy, még tanítasz is az akadémián? Nem, visszavonultam. Visszavonultál. De úgy veszük azért, mondjuk ezek egymással összefüggő tevékenységek, írsz zenei publicisztikát, voltál zenei rovatvezető a Mozgóvilágnál, most a Holmi című folyóirat szerkesztőségen.
vagy a tagja, és hát az interjúidból bőven kiderül, hogy a közélet iránt is meglehetős érzékenységgel, vagy tehát általában tele vagy indulatokkal. Nem bírod ki, hogy zenei elefántcsontoronyba vonulj, és tulajdonképpen a zenén kívül semmit ne engedj bele abba a világba? Hát most már tele kell, hogy legyek indulatokkal, és ugyanakkor mégiscsak okosan kell lavírozni ebbe a közegbe is, hiszen elválaszthatatlan egy ilyen államilag finanszírozott testület a politikától. Elválaszthatatlan. De csak ezen a szemüvegen keresztül nézed környezetet, vagy a közéletet? Nekem még olyan lehetőségem sincs, mint neked, hogy mondjuk a vétlen kívülálló szemszögéből kérdezed az interjú alanyaidat. Nekem muszáj véleményt alkotnom, muszáj, hogy művészi, politikai, stb. Álláspontom és véleményem legyen. Mert felelős vagyok 250 emberért. Értem, hogy a zenekar esetében ez így van, de ami a zenekaron túl van, azért a világért, az ország dolgaiért, olyan nagyon mostanában nem hallak e tekintetben. Van ennek oka? Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ha azt nézzük, hogy a belpolitika milyen viharokat kavar, és egyáltalán mi van mostanában az országban. Ahhoz képest nekem azért külföldön elég keveset kell szégyenkeznem emiatt. Mondhatni semmit, mert hiszen ma már azt mondják, hogy hát kérem, demokrácia van, önök ott azt csinálják, kicsit hülyén csinálják, de hát biztos kinövik. És ez az én álláspontom is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy sok hülyeség történik, hogy így mondjam, de nagyon fiatal még ez a demokrácia itt Magyarországon. Szerintem mi még nem tanultunk meg ezzel igazán élni. Visszaélni azt már tudunk. A közélet milyen típusú jelenségei váltanak ki belőled indulatot? Tehát mi hoz dübe? Mi hoz dübe? Az, hogy a Hungária körúton nem lehet végigmenni. Hát ez közélet. Hát mikor adják már át azt az autópálya szakaszt, ami az M0-ást, ugye M0-ás révén... Hát ha a civilek, a környezetvédők nem támadnák, akkor már rég átadták volna, de folyamatos bírósági perek vannak. De nem az előbb mondtam, hogy nem tudjuk igazán gyakorolni a demokráciát? De, igen. Vagy mikor fogok én tudni végigmenni hétfő reggel az Andor utcán? Nem tudok kijönni Kelemvölgyből, csak három úton, mind a három zsufolásig tele. Ezért vagy ugyanakkor kelek, mint Gyurcsány Ferenc, tehát 6:30, ami azt jelenti, hogy 6:45 én már az úton vagyok, és akkor tényleg nincs forgalom. Vagy pedig megkockáztatom azt, hogy hát akkor beérek 9:30-re. Ott laksz Gyurcsány környékén? Kelemvölgyből. Ja, ez csak példának mondtad. Én nem tudom, hogy lakik Gyurcsány. Ja, azt hittem, hogy arra mondod, hogy ott akkor rend van, vagy nem, akkor lehet közlekedni. Magától Gyurcsánytól tudom, hogy 6:30 kell. Nem, hanem egyszerűen megkockáztathatom, hogy 9:50-re beérek, csak akkor lehet, hogy nem érek be, mert valami miatt dugó van. Uh-huh. Azért, ha megnézem az európai fővárosokat, azért például Berlinben nincsenek ilyen rettenetes dugók. Ezt értem, de milyen világban szeretnél élni? Tehát nyilván nem konfliktusmentességről álmodsz, mert olyan nincs, hanem értelmes konfliktusokról. Nézd, ha az álmaimról kérdezed, én olyan világban szeretnék élni, ahol hírértékű az, hogy Perényi Miklósnak új gondolatai támadtak Dvorzsák csellóversenyéről, vagy Horváth Balázs új operáját bemutatták, vagy Ránki Dezső most Stravinszkival foglalkozik. Szóval én ilyen világban szeretnék élni. Hát ez egy abszolút kulturált polgári élet, ugye, ha jól értem? Igen, de én azt gondolom, hogy sok jó tendencia is van. Szóval, amit a zenekarokról mondtam az előbb, hogy beköszönt az aranykor, vagy talán már itt is van, és nem érzékeljük, mert hiszen benne élünk, az azért eléggé megkérdőjelezhetetlen. Azért nagyon sok jó produkciók lehet hallani, és ugye hát én nagyon sokat töltök a MÜPÁ-ban, a Művészetek Palotájában, miután hát ott az irodám. Nagyon sok koncertre járok. Azért nagy részt teltházak vannak. Hát hogyha... És minőségben a közönség is megy utánatok? Tehát úgy érzed, hogy a közönség minőségi igénye is felzárkózik ez a teljesítmény? Nem csak, hogy felzárkózik, hát ma már nem olyan szakértő a közönség. Más szférákban fogékonyak, de más zenekarokat is vezényelve, hiszen én szándékosan eleget is teszek a más zenekarokhoz történő meghívásoknak, én most magyar zenekarokról beszélek, úgy találom, hogy igenis
is, a Pannon Filharmonikusoknak is megvan a saját közönsége, a T-Kom zenekarnak is, a Rádió zenekarnak is, és minden zenekarnak megvan a saját közönsége. Lehet, hogy még adott esetben több is, mint a miénk, vagy fegyelmezettebb, de hát ez egy nagyon jó jelenség. Kívánjam akkor azt neked, hogy a Nemzeti Filharmonikusok 100. születésnapján is te legyél ott a zenekar élén? Hát én már kívántam, és meg is hívtam a közönséget itt a születésnapi koncertemen. Ezért kérdezem, hogy kibírod-e addig? Hát én nagyon remélem, hogy kibírom. Szóval semmi olyan jelet nem látok, hogy akár az energiám csökkenne, akár valamiféle konfliktus miatt én onnan elmennék, vagy más területre kényszerítene az élet. Én úgy érzem, hogy... Szóval gyakorlatilag úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Köszönöm szépen.